Kulturális Központ és a Nagykun Polgári Egyesület nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket mai rendezvényünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia, alpolgármesterasszonyt. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Konc Tibor urat, a Karcagi Református Egyházközség vezető lelkészét. Nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyarország Gyűlés a 2010. évi 45-ös törvénye a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről a trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása valóság és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme. Az országgyűlés megerősítette továbbá Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatok fenntartására és ápolására. A Magyarországgyűlés kötelességének tekinti a békediktátum okozta tragédiára mindörökké emlékezve, ugyanakkor hibáinkat is számon tartva, a nemzeti összetartozás erősítését ennek érdekében június 4-ét, az 1920 évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. A törvény indoklásában az előterjesztők leszögezték, idézem, az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a 20. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010-es kormányhatározat a Nemzeti Összetartozás napját kiemelt fontosságú rendezvényé nyilvánította. Minket igazolt az idő, kedves karcagiak, hiszen mi, karcagiak 2007 óta minden évben műsorral és mécsesgyújtással emlékezünk a trianoni évfordulóra, és ezt a hagyományt követve gyűltünk ma itt össze az ország zászló köré. Műsorunk kezdetén Szent Mihályi Szabó Péter Trianon sebei című versét elmondja Rimaszombati Fruzsina, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákja. Felkészítő tanára Szabó Ildikó tanárnő. Szent Mihályi Szabó Péter, Trianon sebei. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig a sebeken. Idegenek özönlöttek be a földre. Ki fegyverrel érkezett, ki fegyvertelen. Aki fegyverrel jött, azt fogta a fegyver. Aki fegyvertelenül, azt befogadtuk. Fedéllel, földdel, szeretettel. Nem néztük, ki volt az anyjuk, az apjuk. Feledd el, jó magyar, jobb, ha feleded. Hófötte hegyeit, kincses városaid.
Még a fejfákról is letörölték a neved, s templomaidban más nyelven szól a hit. Mint gazda, kit ősi házából kivertek. Megjelennek a rablók, fosztogatók, gyorsan leverik a címercs keresztet, s a magyarnak bottal osztanak útravalót. Szomorú szívvel néz vissza a gazda. Letért el, megcsókolja ősei földjét. Aztán csak porát szívja, sarát dagasztja. Néhány régi írás, fakult kép az örökség. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig a sebeken. Régi gazdaként lépek a magyar földre, és szent szavait sohasem feledem. Köszönöm. Felkérem nagy tiszteletű Koncz Tibor urat, a karcagi református egyházközség vezető lelkészét emlékező beszéde megtartására. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt egybegyűltek! Kedves emlékezők, a régiek azt mondták, hogy sine ira et studio. A történészeknek ez egy alapigazság, azaz indulat, harag nélkül csak is objektíve. Megvallom a kedves egybegyűlteknek, hogy amikor Trianon eszembe jut, akkor nem vagyok sine ira, nem vagyok harag és gyűlölet nélkül, nem vagyok nyugodt és nem vagyok békés. Sőt, mondhatom azt, egy klasszikust idézve, hogy az én rossz kedvem telét sem York napsütése, sem Karcag napsütése nem tudja ilyenkor elűzni. Igen, szomorú az én lelkem, amikor Trianon eszembe jut, fogalommá vált számomra ez a szó, és nekem is Szent Mihályi Szabó Péter Trianon sebei című verse jutott eszembe, és annak is az első két sora, hogy értsük, hogy vajon miért van bennem, és talán miért van bennünk továbbra is, 92 esztendő elteltével is, olyan sok szomorúság, olyan sok probléma, gond, ami átüt a mindennapoknak, a jelen és a jövő tervezésének a dolgain, ha ez a 92 évvel ezelőtti esemény eszünkbe jut. Fölidézem még egyszer azt a két sort, amit mottóul választottam ebből a szép versből. Trianon sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még mindig ezeken a sebeken. Éljük a jelent, tervezzük a jövőt, de a Trianon trauma valahogy valóban átüt jelen és jövő, gond és öröm vásznán. Olvasott például a vereckei hágón álló impozáns, de egyáltalában nem hivalkodó emlékművet, a honfoglalás emlékművét megint megrongálták, mert magyar. A hír mellé, hogy tudnélik ukrán fiatalok voltak, azt gondolnád, hogy hozzátette a szerkesztő és a KGB emlői nevelkedett ukrán milícia villám gyorsan megtalálta őket, de nem. Mert nem is keresték őket. Olvasod a hírt. Pozsonyban magyarul beszélő diákjainak magyarázó tanárt tartóztatnak le, mert úgymond feketén végzett turisztikai munkát. Olvasom. Az új román kormány első rendelete szerint nem kell a Marosvásárhelyi Orvostudományi Kar, ami a kolozsvári Gólyai Egyetemből nőtt ki. Nem kell, talán nincs elég beteg Romániában, talán nem kell az orvos, őket nem sújtja az egészségügyből való elvándorlás. Dehogy nem, hát kell az orvos, csak akkor nem, hogyha magyar. Aztán olvasod, Nyérő József, Húsz Bence megalkotója, nem kell még holtában sem. Miért? Rossz író? Talán a prózája gyenge? Nem, csak az a baj, hogy anyanyelve magyar. Olvasod Temerinben egy szerb drogdílert, aki szidalmazta a magyarokat, a magyar lányokat fogdosta, a lányokkal lévő fiúk megverték. A drogdíler összeesik. Rögtön megjelenik a szerb hatóság. A szerb bíróság a hat magyar fiúra
összesen 61 évnyi letöltendő szabadságvesztést szab ki. A legtöbbet egy M. István nevezetű férfi kap 15 évet. Csak úgy mellé teszem. Újvidéken egy sorozatgyilkos, aki 8 embert ölt meg, 10 évet kap. Egy magyar férfi gyilkosa, aki összesen 5 golyót lő az áltozatába, az meg 6 évet. Nem kell a magyar, útban van a magyar. Trianon átüt a jelenen, kísért. És vajon miért? Erre csak egy szó van, igazságtalanság. Ezért. Mert 92 évvel ezelőtt itt Európa közepén egy égbe kiáltó igazságtalanság történt. Azt mondják, hogy kényes a kérdés, Trianon ne feszegessük, én meg azt mondom, nem kényeskedünk, tehát feszegetjük, mi is történt több mint 9 évtizede. Kezdjük tehát röviden fölidézését mindennek. 1914-ben belépünk az első világháborúba. Ennek a háborúnak a kiváltó oka az volt, hogy 1914. július 28-án megölték Szarajevóban a magyarokat egyáltalában nem kedvelő Ferenc Ferdinándot, a trónörököst. A magyar királyság területén lakó nemzetiségek értelmiségi vezetői meglátják a kairoszt, az aktuális, visszanemtérő alkalmat és időt. Az antant pedig támogatja a belső eróziót. 1917-ben az amerikai hadsereg belépésével eldől a világháború sorsa. Az amerikai elnök még egy évvel korábban Woodrow Wilson Pittsburghben a szlovákoknak, a cseheknek és a lengyeleknek önálló országot ígér a világháborút követően. Ez nem sok jót sejtett a háború utáni időre. 1918-ban Bulgária összeomlását követően megpecsételődik az osztrák-magyar monarchia sorsa. A vereséget követően zűrzavaros idők köszöntenek ránk. Jellemző kép. A magyar kormány egyoldalú fegyverszünetet jelent ki. Károlyi gróf maga jelenti be, letesszük a fegyvert az olasz fronton. Csak egy a baj, hogy ezt az olaszok nem vállalták be, nem tudnak róla, így még 3 napig lövik a magyarokat. A magyarok vonulnak vissza letett fegyverrel, az olaszok pedig utánuk lőnek. Másik jellemző kép az összevisszaságra. Több százezer fegyveres katona november 2-án kapja meg az ukázt Linder Béla hadügyminisztertől, aki egy borgőzös estén jelenti ki, nem akarok többé katonát látni, leszereltet több százezer katonát. Miközben ebben az időben készülnek Magyarország megtámadására cseh, a román és a szerb erők. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a nemzetiségek rögtön magukra találnak. Alig egy hónap leforgása alatt kinyilvánítják a magyar koronától való elszakadásukat. Túró-Szentmártonban, október 30-án a szlovákok, november 25-én a szerbek, december 1-én pedig Gyulafehérvárot, a románok jelentik ki a magyarokkal való föderáció nem érdekli őket. Közben Magyarországon őszi rózsás forradalom, majd pedig a tanácsköztársaság, aminek a leverésére román, szerb és cseh csapatok indulnak el az antant beleegyezésével a magyar területek felé. Olyan jól sikerül ez a bevonulás, hogy aztán augusztusban már a románok elérik Budapestet is. Engem megszólított valaki 5 évvel ezelőtt tartottam itt beszédet, hogy a magyar tanácsköztársaságot és a vörös hadsereget ne bántsam, mert ha nem lett volna a vörös hadsereg, akkor sokkal korábban és sokkal nagyobb hatásfokkal tudták volna elfoglalni ezek a nemzetek Magyarországot. Én azt mondom, hogy mindenki döntse el, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, mert hogy az antant azért adta a felhatalmazást a románoknak, a cseheknek és a szerbeknek, hogy bevonuljanak, mert hogy volt tanácsköztársaság. Egyébként zárójel, azért nem hívták meg a magyar küldöttséget egészen 1920. januárjáig a béketárgyalásokra, mert azt mondták, hogy kommunista kormánnyal nem tárgyalnak. Miközben mindenki tárgyalt, mi kimaradtunk ebből az egészből,
tehát mindenki döntse el, hogy kinek van igaza. Minden esetre ez tény, hogy Hortiék, mikor átveszik a hatalmat, akkor kapjuk meg a lehetőséget, hogy Párizsban megjelenjünk. 1920. január 5-e, 6-e, 7-e ez az időpont, amikor a küldöttség elmegy Aponyi gróf vezetésével, de mint hiába, mert addigra már mindent eldöntöttek. Január 15-én egy ultimátumot adnak át a magyar küldöttség tagjainak, az ultimátumban pedig a következő van, el fogom mondani, mi volt benne, de előtte eszembe jut, hogy Krisztus előtt 390-ben történt, hogy a gallok megtámadták Rómát, és egy gall vezér, miután győzött, azt mondta, ez a Brennus nevezetű hadvezér a rómaiaknak, hogy ve victis, azaz jaj a legyőzötteknek. Hát 2310 évvel később megismétli magát a történelem. Ugyanis az idézőjeles békében a következők vannak megfogalmazva. Hazánk területe, Horvátországot nem számítva, az addigi 282.000 négyzetkilométerről 93.000 négyzetkilométerre, lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra fog csökkenni. A legnagyobb területet Románia kapja 103.000 négyzetkilométerrel és több mint 5 millió lakossal, idézem, mi 93.000 négyzetkilométert kaptunk. Az újonnan létrehozott Csehszlovákia 61.000 négyzetkilométert és 3,5 millió lakost. A szerb, horvát, szlovén királyság 20.000 négyzetkilométert és 1,5 millió fő lakosságot. Lengyelország csaknem 600 négyzetkilométert és 24.000 főt kapott. Olaszországhoz Fiume és környéke került 21 négyzetkilométerrel 50.000 lakossal. Ausztriának 4.000 négyzetkilométert és csaknem 300.000 lakost juttatott ez a békediktátum. Mindegyik adat döbbenetes. De ez az utolsó egyenesen vérlázító. Hiszen Ausztria, aki miatt tulajdonképpen az egész világháború elindult Oroszországgal teljesen egy hullámhosszon, akik elindították ezt a vérzivatart, azok azért, mert Dél-Tirolt Olaszországhoz csatolták, bejelentették kárpótlási igényüket, és ezért kapták meg Burgerlandot, ahogyan mondtam is, 300.000 lakossal. Döbbenet, nem akarom elviccelni, de azóta Guinness rekorder Magyarország, mert ezzel a lépéssel megvalósult, hogy a világ történelmében egyedül Magyarország az, amely minden irányból önmagával határos. Ezek történtek, de még van tovább is. A szerződés rögzítette azt, hogy Magyarország nem egyesülhet Ausztriával, nem rendelhet el általános hadkötelezettséget, és csak 35.000 zsoldosokból álló hadsereget tarthat fent. Ezek után nem csoda, hogy Aponyék nem akarták aláírni ezt a szerződést, de 1920. május 5. A tárgyalóbizottság francia származású elnöke, Mierand, jegyezzük meg jól ezt a nevet, kijelenti az ellenkező magyar küldötteknek, írják alá nyugodtan, ez nem számít semmit. Mert az aláírást követően korrekciók lesznek. Érvényesíteni lehet a nemzetiségi jogokat, az etnikai alapvető dolgokat. Sőt, népszavazás lesz. Az elcsatolt területeknek lesz lehetősége revízióra. Nos hát, ismerjük a történet menetét. 1920. június 4-én aláírják Versailles-ban az úgynevezett kis Trianon palotában a szerződést. 10 óra 10 perccel kezdődően Magyarországon minden harang 2 órán keresztül zúgja népünk bánatát. Aznap minden újság gyászkerettel jelenik meg. Mi történt 1920. június 4-én? A jogalkotás, a joggyakorlás nyelvével hadd fogalmazzam meg, hogy milyen égbe kiáltó gazt tett. Előre megfontolt. Különös kegyetlenséggel, csoportosan, mafia módszerekkel elkövetett, kizárólag haszonszerzésre irányuló
nemzetgyilkosság történt 1920. június 4-én. Aztán folytatódik a megaláztatásunk 1920. olimpia éve, ahogyan most is. Antwerpen rendezi az olimpiát, egyébként Budapest kapta meg a háború előtt. És erre az olimpiára, amit egyébként Székesfővárosunk rendezett volna, Magyarországot, mint vesztest, két év elteltével nem hívják meg. Eltelt 92 esztendő. Nem nyugszik bele a lelkünk, hogy mi történt. De talán azoknak a lelkesem, akik megismerik népünk történelmét. Idézek néhány visszaemlékezést. Korabelit, későbbit. Természetesen nem szlovák, nem román, nem szerb és nem francia tollából. Churchill. Egyetemes hatású tragédia a trianoni diktátum. Francesco Nitti, olasz miniszterelnök, 1924-ben. Trianonban egy országot sem tettek tönkre, gonoszabbul, mint Magyarországot. De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, akik nem nyugszanak bele hazájuk romlásába. Magyarország megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki sem vállalhatja érte a felelősséget. Mindenki úgy tesz, mintha nem tudna róla. Mindenki szemérmesen hallgat. A népek önrendelkezésére való jog csak hivatkozás volt. A leggonoszabb módon visszaéltek a győzelemmel. Nincsen olyan francia, olasz vagy angol, aki elfogadná hazája számára ugyanazokat a feltételeket, amelyeket Magyarországra rákényszerítettek. Egy angol miniszterelnök. Ez a béke nem államférfiak munkája, hanem súlyos és végzetes tévedések eredménye. Lloyd George, angol miniszterelnök, 1929-ben. Az egész dokumentáció, amelyet a szövetségeseink, lásd Csehország, Szlovákia, Románia, hát illetve akkor, ami volt belőlük, a béketárgyaláson rendelkezésünkre bocsátottak, csaló volt és hazug. És most egy érdekesség. Vladimir Iljics Lenin. Rájuk erőszakolták a békét, de ez a béke uzsorás béke volt, a gyilkosoknak és a mészárosoknak békéje. Hallatlan béke, rabló béke, ez nem béke. Ezek olyan feltételek, amelyeket utonállók késsel a kezükben diktálnak a védtelen áldozatnak. Neville Chamberlain, angol miniszterelnök. A trianoni szerződés eredménye Európában nem a béke volt, hanem az új háborútól való félelem. Egy francia miniszterelnök. Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia, a lakosság ellen szavazat a következtében. Andrej Hlinka, egy pap, mégpedig a Szlovák Nemzeti Párt vezetője, 1925. július 4-én ezt mondja. Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom 6 éve alatt. És Lord Radermer, a Daily Mail kiadója, 1927. Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket, és nem azért, hogy a magyarral, e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni békeszerződést. Mi tehát a teendő? Egyfelől van egy tanulságos mondása a magyar népnek, nyilvánvalóan tapasztalatból fakad. Szólj, mondják a régi bölcsek, és betörik a fejedet. Hát mi 92 évig folyamatosan nem szóltunk. Türelmesek voltunk, főleg az utolsó 50-60 évben igazán alázatosak voltunk, szerények. Volt miniszterelnökünk, aki együtt koktélozott december 1-én a románokkal egy szállodában.
Hát úgy látszik, ha nem szólunk, akkor is fejbe vernek. Úgyhogy itt az ideje, hogy szóljunk. Ha már úgy is fejbe vernek, akkor legyen miért. Hamlet nevezetes sorai ugyanezt a kérdést vetik föl. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri bal sorsa minden nyügét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen. Szálljunk ki tenger fájdalmunk ellen. Ne hallgassunk. Mondjuk el ennek az egész világnak, és ennek szent alkalma éppen ez a mai pillanat is, de egyébként tegyük ezt meg iskolákban, odahaza is, szóljunk arról, hogy mi történt, ne hallgassunk. Ne legyünk megértőek, mert velünk szemben senki nem megértő. Aztán becsüljük meg a szövetségeseinket. Én amikor elolvastam ezeket az idézeteket, közben utána kaptam egy információt, hogy Olaszországban mind a mai napig a trianoni békeszerződés felülvizsgálatát, a revíziót tartják az egyik legfontosabb dolognak. Ők, az olaszok. Ezek szerint vannak szövetségeseink. Hát akkor becsüljük meg őket. Hallhattuk az angol szászoknál, Amerikában, Angliában, ott van a lelkiismeret fordulás. Lengyelek mellettünk vannak. Olasz barátainkkal vegyük föl a kapcsolatot. Becsüljük meg ezeket a szövetségeseket, és velük tárgyaljunk. És velük együtt álljunk ki. Velük együtt álljunk a nemzetközi porond elé, mert azért nem tudják, hogy nekünk miért fáj mindaz, ami történik Szerbiában, Romániában, Szlovákiában, vagy éppen Ukrajnában, mert nem tudják, hogy ott élnek magyarok. Ugyanis, és itt szeretnék egy információt hozzátenni, egy ausztrál lelkész barátom mondta el, hogy a Canberrai Egyetemen olyan Magyarország története című könyv van, amiből tanulnak a canberrai egyetemisták, amelyet románok írtak, és Párizsban adtak ki. És amikor megkérdezte a könyvtárost, hogy miért ezek vannak kitéve, akkor azt mondta, azért, mert Magyarországról kértek, de nem kaptak. Mert azt mondták, annó nincs rá pénz, hogy mi nyomtassunk ki angol nyelvű könyveket. Ilyen ne legyen. Álljunk oda angol száz barátaink mellé, álljunk oda az olaszok mellé, álljunk oda a lengyelek mellé, és együtt mondjuk el, hogy nekünk ez fáj. És mi nem hagyjuk a mi véreinket, hogy üldözzék és verjék, és ki fogunk állni minden fórumon. És végezetül, talán ez a legfontosabb. Mindenek előtt munkánkkal, szorgalmunkkal, becsületünkkel, hitünkkel, tisztaságunkkal hirdessük a magunk igazát. Mert ha mi így fogunk élni, akkor előbb-utóbb föl fog tűnni a világnak, hogy kik is ezek a magyarok. Kíváncsiak lesznek ránk is, kíváncsiak lesznek a történelmünkre, és akkor Trianon nem fog a történelem emésztő gödrébe süllyedni, és nem fognak elveszni nyomtalanul millió száma magyarok, és a millió száma magyar emlékek nem fogják merni leverni Pozsonyban, Kolozsvárot, Marosvásárhelyen a magyar feliratokat. Nem merik majd átírni a városok nevét, ha majd kíváncsi lesz a világ arra, hogy kik is a magyarok. Van egy szép ének, ennek a szövegével fejezem be, és ez egy biztatás. Emelt föl fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét. Emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás iszonya. Emelt föl fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét. Emelkedj magasba, kis haza, te az elnyomatás viszonya. Emeld föl szívedet, nemzetem, emeld föl szívedet, nemzetem. Lángoljon, lángoljon a világegyetem. Még egyszer, emeld fel fejedet, büszke nép. Isten segítsen ebben bennünket, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Megköszönöm, megtiszteletű, tanulságos, feladatot adó és biztató gondolatait. József Attila Bús Magyar Éneke című versét elmondja Patkó Dóra, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium diákja, felkészítő pedagógusa Szabó Ildikó tanárnő. József Attila Bús Magyar Éneke. Száll az ének a mezőnek esti szellő holló szárnyán. Valami kis kopott ember énekelget búsan.
bolondságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról, s körülötte elterülő néma magyar pusztaságról. Fáj neki a teste, lelke, szívetája, szemegödre, nem is tudja feltámad-e, elpihenne mindörökre. Titokzatos messzeségben Istent keres magyar hangja, régi honát, testvéreit, mást se tehet, siratgatja. Piros lelke pillangó volt, sárba fulladtott Erdélyben, zöld reménye foszlányai meghaltak a felvidéken. Fáj neki a teste, lelke, szívetája, szemegödre, nem is tudja feltámad-e, elpihenne mindörökre. Nincsen csak egy citerája, húrjai az égig érnek, rajt pengeti balladáit véres könynek, könnyes vérnek. Mámor esték elszállottak, ott fagytak a karsztok alján, s ismeretlen mennyasszony a tört lilium, olyan halvány. Fáj neki a teste, lelke, szívetája, szemegödre, nem is tudja feltámad-e, elpihenne mindörökre. Nem nézi a déli bábot, túl van az már a határon, s elkerüli zárt szemét az incselkedő, bajkos álom. Hol vitézek sírtájára hulladt dalt és ne felejtset, s fohászkodik. Uram, hazám egészen el, ne felejtsed! Fáj neki a teste, lelke, szívetája, szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre. Köszönjük szépen Dórinak a mély átéléssel mondott verset. Tisztelt hölgyeim és uraim! Büszkén mondhatjuk, hogy Karcagváros önkormányzata évek óta egyre szélesebb körű kapcsolatokat épít és ápol a határon túli magyarokkal, gondolok itt testvértelepüléseinkre, az intézmények között kialakult és egyre gazdagabb, tartalmasabb szakmai együttműködésre, továbbá a közös munka során megteremtődő emberi, baráti kapcsolatokra. Tudom, hogy nem csak általános és középiskoláink, tűzoltóink, nyugdíjasaink, sportolóink keresik a határon túli honfitársainkkal az együttműködés lehetőségét, hanem baráti társaságok, civil szervezetek, magánemberek is fontosnak tartják az összetartozásunkat, és közös programok szervezésével éltetik a kialakult kapcsolatokat. Mindig elmondom, és most is fülembe cseng kedves barátom mondása, miszerint minél több szállal kötődünk a határon túli magyarokhoz, annál kevésbé látszik az a piros vonal, amit idegenkezek rajzoltak városaink közé. Példaértékű a Nagykun Református Általános Iskola és a Nagykun Református Gimnázium pedagógusainak önzetlen, áldozatos munkája, melyet a vasárnapi iskola mozgalomban végeznek a magyar kultúra, a magyar nyelv megmentése terén. Köszönet és elismerés érte. Kívánom, hogy Isten áldása kísérje minden lépésüket áldozatos munkájuk során.